Üdvözöllek! Egy kémiai reakcióban szereplő két anyag koncentrációját az idő függvényében az U és V nem negatív függvények írják le. Ha a két anyag kölcsönhatásával arányosan az egyik anyag a másikba alakul, akkor azt ezzel az egyenletrendszerrel tudjuk modellezni, ahol a K valamilyen pozitív, állandó. A feladat. Keressünk első integrált, és ábrázoljuk a fázisképet az UV síkon. Mutassuk meg, hogy bármely UV megoldás esetén a V anyag mennyiség nullához tart, az U anyag mennyiség viszont valamilyen pozitív konstans anyag mennyiséghez tart. Ezt jelenti tehát ez a két Lemaître reláció. Számítsuk ki az U és V megoldásokat, ezt kéri a B feladat. Nézzük az A megoldását. Az egyensúlyi pontokat az U-vesző, V-vesző egyenlő 0-0 egyenletből tudjuk meghatározni. Mivel az U és a V pozitív, ezért az egyenlet rendszerből következik, hogy nincs ilyen pont. Tehát nincs egyensúlyi pontja a rendszernek. A további megoldások megtalálásához válasszuk szét a változókat. Mivel a jobb oldalak megegyeznek, ezért a bal oldalak is megegyeznek. Amit, hogyha rendezünk, akkor legnagyobb szerencsénkre az UV, két ismeretlen mennyiség kiesik, és azt kapjuk, hogy 1DU meg 1DV egyenlő nulla. Ez egy exakt egyenlet, tehát létezik egy olyan nagy F függvény, amelynek az U szerinti parciális deriváltja 1, és a V szerinti parciális deriváltja is 1. Az első egyenletből kapjuk, hogy az FUV egyenlő U meg konstans, ami úgy értendő, hogy az U szemszögéből konstans, de V-től függhet. Ezt az összefüggést helyettesítsük be a második egyenletbe. Azt kapjuk, hogy egy egyenlő C vesző V, amiből következik, hogy a CV egyenlő V plusz C, de azt a C-t választhatjuk nullának. Ezért akkor az FUV egyenlő U plusz V. Tehát az első integrálok U plusz V egyenlő C, ahol a C tetszőleges valós szám lehet. Ez a síkon így néz ki, tehát hogy a rendszer fázisképe, ezek ilyen egyenesek. És hogy a nyilak iránya milyen, az könnyű megmondani, hiszen a K pozitív, UV pozitív, tehát a V derivált negatív, itt az U derivált pedig pozitív. Tehát az U szigorúan monoton növekszik, a V szigorúan monoton fogy, tehát ez azt jelenti, hogy ha itt van egy részecske ezen a ponton, akkor ebbe az irányba halad tovább, ahogy a T tart a végtelenbe. Ebből még nem következik a feladatban említett Lemaître reláció, csak az, hogy konvergál valamilyen ponthoz. Ahhoz, hogy belássuk, hogy a V nullához konvergál, az U pedig egy konstanshoz, ahhoz egy olyan matematikai apparátus kell, amit stabilitás elméletben fogunk használni. Ezt most nem beszéljük meg, aki gondolja, stabilitás elméleti rész után nézze meg újból ezt a feladatot, és próbálja meg ezt bebizonyítani. Ez azért fontos dolog, mert anélkül, hogy megoldanánk egy egyenletrendszert, meg tudjuk mondani a benne szereplő mennyiségek viselkedését. Például, ugye itt is megmondtuk, monoton növekszik, monoton fogy, konvergál, esetleg meg tudjuk mondani, hogy hova konvergál, vagy hogy meg tudjuk mondani, hogy nem korlátos, meg tudjuk mondani, hogy
periodikus. Tehát ilyen is mikkel foglalkozik a stabilitás elmélet. Mi ezt úgy fogjuk belátni, hogy mivel ez egy nagyon könnyű egyenletrendszer, ezért explicit módon is fel lehet írni a megoldását, és akkor abból fogjuk tudni ezt könnyen megállapítani. Mivel adott pálya mentén az U plusz V az konstans, hát egész konkrétan ezt a konstanst, ezt meg lehet mondani, hogy mennyi, ugye ez nem más, mert ez minden térre igaz, tehát ez U0 meg V0. Ebből az egyenletből kifejezzük a V-t, és beírjuk az első egyenletbe. Akkor ugye itt V volt, hát ahelyett most azt kell írni, hogy M minusz U. Ez pedig már egy ismerős egyenlet, ezzel találkoztunk a korlátozott szaporodási, úgyis mondják logisztikai problémánál. Ott sikerült ezt explicit így módon fölírni a megoldást, tehát így néz ki az U, ha pedig ismerjük az U-t, akkor a V-t így kapjuk meg, hogy V, kivonjuk a nagy M-ből az U-t, kis algebrai átalakítással pedig itt megkapjuk. Nézzük meg, hogy mi történik, ha a T tart a végtelenbe. Ugye a K pozitív, a nagy M pozitív, tehát ez itt egy exponenciális, és a végtelenbe tartó dolog. Nézzük meg a nevezőt, ez konstans, tehát itt a domináns tag ez lesz. Sőt, még ezt a mínusz egyet is el lehet adni, ez a rész lesz a domináns. Akkor a határértéket úgy lehet meghatározni, hogy ezzel ez megegyezik, ezzel tudunk egyszerűsíteni, és amilyen szerencsénk van, az U0 is kiesik. És akkor azt kapjuk, hogy az UT határértéke a nagy M. Tehát anélkül be lehet látni, hogy az U-nak van egy ilyen véges határértéke, hogy ismernénk, hogy az U0 értéke mennyi. Nézzük meg a V határértékét. A számlálóban egy konstans van. Nevezőben egy exponenciális gyorsan végtelenbe tartó mennyiség, akkor ennek a határértéke 0 lesz.